A Szabaduló Kamion Dombóvári programjának hivatalos megnyitóján részt vett Pintér Szilárd polgármester is. Én nagyon örültem meg, amikor a lehetőséget felajánlották Dombóvárnak, hogy a Dunántúlon negyedszerre az egyetlen közreműködésével ez a Szabaduló Kamion két napot itt fog tölteni. Miután az előbb volt szerencsém végigjárni ezt a Szabaduló Kamion, azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgokra hívja fel a figyelmet, azon túlmenően, hogy interaktívan és nyilván fiatalos módon találkozhatunk a problémával. Nagyon remélem, hogy az a több mint 100 dombóvári fiatal, akit az elkövetkező két napban meglátogat ezt a kamiont, olyan tapasztalatokkal és bölcsességekkel távozik innen, amelyet meg tud osztani hasonlókorú fiatalokkal, osztálytársaikkal, és elhívják arra a figyelmet, ami leselkedik rájuk nap, mint nap. Ugyan az orrunk előtt van, de nem veszünk róla a tudomást. Nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzésnek ez az ága is megjelen Dombóváron, hiszen ugyan talán nem iparszerűen működik még ma Dombóváron és a környéken, amit mi látunk, de azt gondolom, hogy az ördög soha nem alszik, és köztünk van. A kutatócsoport elsősorban a veszélyeztetett 14 és 18 éves korosztály számára szerveznek programokat, továbbá a magyar rendőrség állományának tartanak oktatást a helyszíneken. A Dombóvári rendőrkapitányságot Gábor Zoltán alezredes, a bűnmegelőzési osztály vezetője képviselte. Nagyon örülünk annak, hogy ez a kezdeményezés Dombóvárt is elérte. Egy olyan témáról van szó, amiben számos belső norma intézkedési terv született már az évek során, de igazából elévülhetetlen, hiszen erről a témáról fiatalok számára egy átfogó, gyakorlati jellegű oktatást tartani a felbecsülhetetlen értékű. Az időre tekintettel azért remélem, hogy minden meghívott vendégünk el fog jönni, és itt tud lenni a mai napon, főleg a középiskolásokra számítok, és őtőlük is inkább a kortárs oktatóinkra. Meggyőződésem szerint tovább fogják tudni majd adni azt az ismeretanyagot, amit itt megszereztek a társaiknak, hogy azok, akik ma esetleg távol maradtak, akár a rossz idő, akár egyéb elfoglaltság miatt, szintén részesüljenek ebben az élményben. A polgármesteri hivatal előtti parkolóban volt kipróbálható az interaktív tanuláson alapuló módszereket alkalmazó szabadulókamion, amelynek célja az emberkereskedelem veszélyeire való figyelemfelhívás. Kezdőállomásunk Győrben volt, aztán Budapestre mentünk és Kaposvárra, ezen a héten folytatjuk Dombóváron, majd Komlón és Pécsen zárjuk az eseményünket. Ezt a kamiont, ezt a bűnmegelőzési eszközt a holland rendőrség megbízására, illetve egyéb holland kormányzati szervek megbízására a RISHAP elnevezésű alapítvány készítette Hollandiában. A célja az, hogy Hollandián kívül olyan országokban folytasson bűnmegelőzési programot, amelyekből tipikusan Hollandiába sok áldozat érkezik, akik az emberkereskedelemben érintettek, akik az emberkereskedelemnek esnek áldozatul. Kamionban egy illegálisan működő bordélyházba nyernek betekintést a résztvevők. A program célja, hogy bemutassuk azt, hogy az emberkereskedelemnek, vagyis a prostitúciónak nem csak az a pozitív velejárója lehet, amivel próbálják hitegetni az áldozatokat, hogy ezzel mennyi pénzt lehet keresni, hanem lássák azt is, hogy milyen negatív következményekkel, súlyos problémákkal jár az, hogyha valaki bekerül a kényszerprostitúciónak a gyűrűjébe. A résztvevők általában élvezni szokták a játékot, de mindemellett pedig meglepődnek és tulajdonképpen átérzik a súlyát ennek a cselekménynek. Általában pozitív eredményt szoktunk visszahallani, hogy emlékeznek a történetre, megértették az üzenetet, amit átadni kívántunk nekik, és mindemellett a játék élmény mindig megmarad.